Köszöntöm Önöket, a Pécs TV híradóját látják főbb híreink néhány mondatban. Főhajtás a pécsi közművelődési szakember előtt, emléktáblát avattak Nagy Sándor tiszteletére. E-rollerek, kedvező a fogadtatás az egyetemisták körében. Bezár a Csipkefa könyvtár, nem sokára új helyen várja kis olvasóit a könyvbirodalom. Nagy Sándor évtizedekig meghatározó egyénisége volt Pécs városának. Tavaly augusztusi halálával a város közművelődése az egyik legmeghatározóbb alakját veszítette el. Sokan tisztelték és szerették, emléktábláját kedden az általa igazgatott volt ifjúsági ház épületére helyezték ki. Nagy Sándorra emlékezve gyűltek össze kedden délután tisztelői, ismerősei és kollégái az egykori ifjúsági ház előtt rendezett ünnepségen. A tavaly elhunyt kulturális szakember több mint 40 évig a 8 intézményt egyesítő Pécsi Ifjúsági Központ igazgatója volt. Számos közművelődési formációt hozott létre és működtetett az intézményen belül, amelyek közül több országos, illetve nemzetközi hírnévre tett szert, növelve a város, a vármegye és a régió kultúrájának jó hírét. Pécs Magyarország kulturális decentruma. Ahhoz, hogy Pécs egy ilyen kulturális decentrum már tudott válni, és a jövőben remélem egyre inkább erősebb szereplője lesz a magyar kulturális életnek, ebben Nagy Sándornak is átvitt, és direkt értelemben is nagyon komoly eredménye és vívmányai vannak. Úgyhogy ennyi mindent köszönünk Nagy Sándornak, és nem csak neki, hanem a jelenlévő családjának, hogy lehetőséget biztosítottanak arra, hogy Nagy Sándor a maga életművét létrehozza és a maga pályát megfussa. Nagy Sándor összefogta és segítette a pályájukon való elindulásban a fiatal pécsi alkotó nemzedéket, a fotósokat, keramikusokat, a fafaragókat, szobrászokat, grafikusokat és más képzőművészeket. Az ifjúsági házban létrejött képzőművészeti szabadiskola számtalan fiatal pécsi diákot segítette a művészi pályán való elindulásban. Kacsányi Éva egykori kollégája így emlékezett a város közművelődésének meghatározó alakjára. Nagyon impulzív volt, nagyon határozott volt, a maga módján nagyon szerette a kollégáit, és kiállt mindig a kollégái mellett. Az ügyért mindig kiállt, amit képviseltünk. Én azt gondolom, hogy összességében egy igazán jó főnök volt, aki hagyta dolgozni az embereit, ugyanakkor el is várt tőlük bizonyos dolgokat, amiket így előre célként kitűztünk. Orcsik Ferenc pécsi író, jó barát és kolléga kezdeményezésére az egykori legendás ifjúsági ház falán helyezték el a Nagy Sándor emléke előtt tisztelgő emléktáblát, melyet kedden egy ünnepi műsor keretében avattak fel. A Király utcában kap emléktáblát Zsolnai Vilmos. Az EOZIN emlékplakett kihelyezését többek között a világhírű keramikus művész leszármazottjai kezdeményezték, írja a Pécs Ma. Az EOZIN mázas grafikai elemekkel díszített kerámia tábla a Király utca 1-es szám alatti épület utcafronti falán kap helyet. A főként keramikus művészetéről és iparfejlesztéséről ismert Zsolnai Vilmos sokrétű tevékenységét jól jellemzi, hogy ő építette a Széchenyi tér és a Király utca sarkán álló, a városképet jelentősen meghatározó épületet is, ahol a tábla nem sokára látható lesz. Zömével pozitívan fogadták a fiatalok a bérelhető e-rollerek bevezetését a városban. Több egyetemista, köztük külföldi hallgató is ezek segítségével közlekedik, hogy a reggeli és délutáni csúcsforgalmat elkerülve időben beérjenek az órákra. Mint megtudtuk, a felhasználók ökológiai szempontokat is figyelembe vesznek, amikor a rollerek mellett döntenek, és már tapasztalataik is vannak a járművekkel kapcsolatban. Hogyha lenne egy bérletrendszer ennek is, ami azért mondjuk hasonló árban van, mint a helyi járatos bérleteké, akkor lehet, hogy többen választanák ezt, mint mondjuk a tömegközlekedést. Mondja meglátásait ez az egyetemista, aki éppen egy elektromos rollert bérelt a bölcsésztudományi kar előtt.
Ahogy arról múlt héten már beszámoltunk, a városban 70 állomás helyen több mint 350 e-rollert helyezett ki az önkormányzat, hogy csökkentse a város gépjárműforgalmát, és ezzel egy időben a széndioxid kibocsátást. Az egy hét tapasztalata egyenlőre az, hogy inkább a fiatalok körében vált népszerűvé ez a mikromobilitási eszköz, így első körben őket kérdeztük, hogy fogadták ezt a lehetőséget. Nagyon pozitívan álltam hozzá, mert úgy gondolom, hogy ez egy kiváló új közlekedési alternatíva fiatalok számára. Az egyetemi hallgatói önkormányzat elnöke is arról számolt be, hogy a hallgatók ugyanúgy tapasztalják a városi dugók hátrányait, mint a lakosok többsége. Ezért meglátása szerint egyre fontosabb lenne, hogy környezetbarát megoldásokat válasszanak a fiatalok is a közlekedésben. Kocka Viktor arról is beszélt, hogy ugyan egyes gyalogosok panaszkodnak a rollerezőkre, de ha mindenki kellően körültekintő lenne, akkor véleménye szerint ez nagyban hozzájárulhat a város és az egyetem közös fenntarthatósági és zöld törekvéseihez. Fontos az, hogy egyébként felelősséggel használjuk ezeket a rollereket a KRESZ szabályait betartva. Nyilvánvalóan mindannyian láttunk és ismerünk olyan rémhíreket, hogy gyalogosokat majdnem elsodornak rolleresek az utcán, ezeket illendő elkerülni. Úgyhogy mindenkit arra biztatok, hogy egyébként felelősséggel használja ezeket az eszközöket, és felelősséggel használva egyébként kifejezetten hasznosak abban, hogy csökkentsük a város széndioxid kibocsátását, terhelését. Szóval, ha mondjuk naponta 4 személyes autóval valahova a városban, és ebből már tudnak kicserélni egyszerre egy utazást, egy roller, már nyertünk. Ezt már Simon Wintermans, biciklis aktivista mondja a Színház téri dokkoló állomásnál. Simon, mint mondja, minden olyan kezdeményezést üdvözöl, ahol az autóforgalmat csökkenteni lehet a városban. Első benyomásom az, hogy működik a dolog, és hogy sok ember örömmel megy vele. És az egy nagyon jó dolog, mert ne felejtsünk, minden ember, aki rolleren megy valahova, az nem ül egy autóban. Simon ezzel a véleményével nincs egyedül, az önkormányzat hasonlóképpen vélekedik az ügyben, ezért is csatlakoztak korábban a 100 város misszió elnevezésű uniós projekthez, melyben azt vállalták, hogy Pécs működését 2030-ig karbonsemlegessé alakítják. Ehhez természetesen a lakosság körében is egy szemléletváltásra lenne szükség, hiszen a füstmentesebb és zöldebb környezet kialakításában az egyéni döntéseknek is fontos szerepe van. Bezárják a Bajcsi-Zsilinszky úton található Csipkefa gyerekkönyvtárat. A 40 éves létesítmény már több szempontból sem volt biztonságos és komfortos, ezért a fenntartó és az önkormányzat az áthelyezése mellett döntött. A gyerekek egyik kedvelt könyvbirodalma várhatóan a Király utcában kap majd helyet, szebb, korszerűbb és fenntarthatóbb körülmények között. Omladozó vakolat és életveszélyes villanykapcsoló, csak hogy néhányat említsünk a Csipkefa gyerekkönyvtár épületének jelenlegi állapotáról. A 40 éves objektum felett láthatóan eljárt az idő, így a csorbagyűző könyvtár és az önkormányzat úgy döntött, nem kockáztat és átköltözteti a létesítményt. A frekventált utcán elhelyezkedő könyvtárat ugyan sokan kedvelték, 1500 olvasója és évente 8000 látogatója volt, de a körülmények megkívánták, hogy az olvasókat komfortosabb és biztonságosabb térben fogadják. Így a jövőben a Csipkefe valószínűleg a Király utca 9 szám alatt kap majd helyet. Terveink szerint a Belvárosi Fiók Könyvtár átalakul egy zöld könyvtári koncepció mentén, ami egyébként most a nemzetközi trendeknek megfelelő, és korszerű új szolgáltatásokkal, megújult környezetben fogjuk várni majd a gyerekeket és a felnőtteket is egyaránt, mert ugye ott van egy felnőtt könyvtár jelenleg. Mint azt a Csorba Győző könyvtár vezetője elmondta, az átmeneti időszakban a város többi helyszínén természetesen szeretettel várják az olvasókat. Jelenleg a legközelebb a Körbirodalom gyermekkönyvtár van a Tudáskösztpontban, ahol el tudnak jönni a gyerekekkel a szülők, vagy be tudnak iratkozni, ezt mindenkinek javaslom. Egyelőre még bizonytalan, mikor fog kinyitni a Csipkefa gyermekkönyvtár a Belvárosi Fiókkönyvtárba, de terveink szerint pár hónapon belül meg fogjuk tudni ezt oldani, és akkor már oda is fognak tudni jönni a szülők és a családok, valamint a gyerekcsoportok, óvodások, iskolások. A Csipkefa könyvtárból kikölcsönzött, de még vissza nem vitt könyveket, az olvasók a Csorba Győző könyvtár bármely részlegén leadhatják, és így azokat pár napon belül törlik is az olvasójegyekről. Szeptember 15-én kezdetét veszi a 17. tánctalálkozó Pécsett.
Mint ahogy az már megszokott, a Pécsi Balett egy bemutatóval is jelentkezik a program során, Faust az elkárhozott címmel. Uhrik Teodóra, a fesztivál egyik szervezője elmondta, az előadás Goethe egyik remek művének ihletésére született meg, melyet 2016-ban Budapesten mutattak be először. Most a Pécsi Balett előadásában is látható lesz a nagyszabású produkció a Pécsi Nemzeti Színház nagy termében, de mint azt Uhrik Tóra hozzátette, az idei rendezvény sorozattal rendhagyó módon a gyerekközönséget szeretnék megszólítani. Ez már a 17. éve csináljuk ezt a fesztivált, és valamiféle újítást gondoltunk, és Vince Balázs ötlete volt, hogy legyen már az az alcíme, hogy kicsiknek is nagyoknak. És a nagyoké lesz a Faust, és a kicsiké lesz a négy gyerek előadás, Csizmás Kandúr, Vuk, Álom-Álom és a Max és Móricz. Na most ezek mind neves együttesek, Bozsi Kivett, Fodor Zsoltán, a Néptánc együttes, aztán a Győri Balett együttese, és hát a Faust a Pécsi Baletté, ami egy nagyon-nagyon izgalmas előadás. Tulajdonképpen tartjuk az örökségünket, az Ekkimrei örökséget, hogy nem csak gyönyörű emberek táncolnak szépen a színpadon, hanem van valami üzenet. Feltárulnak a hétvégén Pécs világörökségi helyszínei. A kulturális örökség napjai alkalmából rendhagyó sétákra és egy izgalmas koncertre várják a látogatókat szeptember 16-án és 17-én. A kulturális örökség napját Európa szerte megünneplik minden évben. A program sorozatban résztvevő országok sora folyamatosan bővül, a tematika évente változik. Idén Magyarországon a velünk élő örökségünk került a középpontba, tájékoztat a szervező építési és közlekedési minisztérium. Pécsett az ingyenes vezetett séták többek között a Cella Szeptihóra látogatóközpontot, az Ókeresztény mauzóleumot és az Apáca utcai sírépítményeket érintik. Emellett, ahogy arról tegnap beszámoltunk, az Egyetem Rákóczi úti és 48-as téri épületei is várják a látogatókat. Szeptember 16-án pedig a Hellén kantáta című koncert az antik és kortárs kultúra között emel hidat a Cella Szeptihórában. Szeptember 18-án hétfő reggel 8 óra 20 perccel lezárják a Bálicsi utat, a 43-as szám előtt teljes szélességében gázvezetékjavítás lesz. A Tükebusz ZRT tájékoztatása szerint a 36-os, 46-os és 47-es jelzésű járatok emiatt nem érintik a Krisztián, a Bálics és a Bálics tető elnevezésű megállókat. Az autóbuszok az Angszter József utca megállóban várják ki a menetrendi indulási idejüket. Szeptember 21-én csütörtökön üzemkezdettől újra eredeti útvonalon közlekednek a buszok. Híradónk végén néhány szó az időjárásról. Csütörtökön hajnalban záporok, zivatarok is előfordulhatnak, megerősödhet az északnyugati szél. Napközben nem várható további csapadék. A legmagasabb nappali hőmérséklet 24 fok körül alakul. Önök a Pécs TV híradóját látták, köszönjük megtisztelő figyelmüket, friss hírekkel legközelebb holnap ugyanebben az időpontban jelentkezünk. Viszontlátásra!